címe, hogy a 7 játékosa. Ez annyit jelent, hogy az utánpótlás csapatok közül az edzők kiválasztanak egy játékost. Most itt ül mellettem Harcsa Gábor, aki az U21-es játékosa, és egy picit róla fogok kérdezősködni. Gabi, mesélj egy picit magadról, mióta focizol, hol fociztál eddig, nálunk mióta vagy? Sziasztok! Én 14 éve focizom, én a Vasasba kezdtem, ott voltam egy ilyen, az alapokat ott kezdtem, ott voltam ilyen 5-6 évet, utána a Lángba voltam, Láng FC-be. Igen. Ott is voltam egy 2-3 éve, utána eligazoltam a harmadik kerületbe, ott ilyen 2 évet voltam, és tavaly voltam Pénzügyőrben, ott bajnokok lettünk, és most jött a Budaörs. Aha, most jött. Akkor ez tényleg elég sok, itt az elején beszélgettünk, és nem gondoltam, hogy tényleg ilyen hosszú lesz a lista. Milyen itt a Budaörsnél? Fú, hát itt nagyon szerettek ide járni, mert tényleg az infrastruktúra megvan adva, minden adott, hogy bajnokok legyünk. A csapattársaktól kezdve az edző is, tehát minden. Mióta vagy itt nálunk? Most jöttem télen. Most jöttél télen. Egy bajnokaspiráns csapathoz nem volt rossz a választás, igen. Na, szóval te azért ülsz itt, mert te lettél a 7 játékosa, a Zengáék, Rolandék, Zoliék szavaztak meg téged, hogy te szerepeljél ebbe a videóba. Ugye az apropója az egy Real Celeni mérkőzés volt, ami még pénteken február utolsó napján játszottatok. Mesélj egy kicsit erről, nem volt nincsen is a kamera, azt tudom, hogy egész brutális megvertétek a Realcot. Picit halljunk valamit a meccsről. Hát igen, így van, ahogy mondod. Úgy kezdődött a meccs, hogy taktikai utasítás az volt, hogy támadjunk le egyből, és szerezünk volt az elején, mert Denis már az első percben betalált kb. Onnantól picit elkezdtünk kapkodni. Ott kaptunk is egy goldot, tehát a nyomás alatt tartottuk az ellenfelet. Ez maga biztos győzelem volt. Ez volt a várható. Aha, és mi volt hátul? Hát valószínűleg te mit játszottál? Én védekező középpályás. Te igen, és igen. Te alapvetően neked az a területet. Az a posztom. Aha, aha. Akkor ti is az érdemesen osztottátok a labdákat. Persze. Volt golpassz, lehoztuk. Igen, azt hallottam, Laci Bányfaci azt mondta, hogy ő most elkezdi a gólgyártást, és ő bevállalt egy 15-öt ebbe a tavaszi szezonban. Így legyen, tehát ez mindenféleképpen ezt támogatjuk, ez egy nagyon jó ötlet. Nyilván nektek is majd, hát nem csak a csatároknak azért szoktak középpályán, sőt védők is szoktak ugye gólt rúgni. A felnőtt mérkőzésen éppen Hegedűs nem ott egy nagyon szép gólt a Tököl ellen, úgyhogy akár ez így is lehet, hogy ti is, illetve te is fogsz majd még gólokat rúgni. Én sok sikert kívánok mindenféleképpen ehhez a szezonhoz nektek, tényleg nyerjétek meg mindenféleképpen ezt a bajnokságot, ránk fér, felnőttek miatt is ugye nagyon kell izgulni, úgyhogy tényleg sok sikert. Egy utolsó kérdést engedjél meg, van-e kedvenc foci csapatod? Van az FC Barcelona, mert a stílus nagyon tetszik, a sok passzos játék, és aha, nekünk is ez fekszik. Legyen így, játszatok úgy, mint a Barca. Sziasztok! Sziasztok!